Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház! A kormányzati kommunikációban tavaly július óta hangoztatják azt, hogy havonta 181 ezer forint kedvezményt kapnak a családok a rezsitámogatáson keresztül. Szeretném megvilágítani, mi is az a 181 ezer forint. A kedvezmény összegét úgy számolták ki, hogy a gáz és az áram esetében egyaránt a valós piaci árral számolt átlagfogyasztásból, ami havi 203.434 forint, kivonták a kedvezményes tarifákkal számolt átlagfogyasztás összegét, havi 22.257 forintot. A 2022. július 21-én valós piaci árként az áram esetében 268,9 forint per kilowatt, a gáznál pedig 1020 forint per köbméter díjat határozták meg, amit azóta sem változtatott a kormányzati számítás. Miniszterelnök úr tavaly szeptemberben elismerte, hogy az oroszokkal megkötött gázszerződés ára a holland TTF gáztőzsde áraihoz igazodik. A földgáz esetében ugye ez 1020 forint per köbméter ára, ami 400 forint euróval számolva 232 euró per megawatt óra összegre jön ki, csak hogy ilyen magasságban a holland gáztőzsde árai tavaly augusztus 16 és szeptember 6-a között mindössze 3 hétig jártak, sem előtte, sem utána nem érték el ezt a szintet. A TTF tőzsdei jegyzések tavaly augusztusban tetőztek, amikor 347 euró per megawattóra összeget kellett fizetni a gázért. Tekintettel arra, hogy az európai gáztárolók időközben megteltek és az időjárás is kedvezően alakult, a gázára szeptembertől drasztikusan csökkent. Idén márciustól már csak 50 euró per megawattóra alatt van, vagyis 400 forint euróval számolva köbméterenként 211 forint a világpiaci ár. Kijelenthető tehát, hogy a 767 forint per köbméter lakossági piaci árból az áfa és a rendszerhasználati díjak levonása után maradó úgynevezett molekula ár 547 forint per köbméter december közepe óta tartósan meghaladja a tőzsdei árat. A kormány 700 millió köbméter úgynevezett különleges földgázkészletet a tervekkel ellentétben tavaly február helyett, júliusban, amikor jó magas volt az ár, köbméterenként 1000 forint feletti áron vásárolt meg. Ez óriási hiba volt. A fűtési szezonban igyekeztek ugyan megszabadulni a drágán beszerzett földgázkészlettől, és a lakossággal, intézményekkel, valamint a vállalkozókkal megfizettetni az árát, ugyanis amíg az Európai Unió más országai 2023-as betározási időszakra gondolva felelősen nem ürítették le a tárolókat, hanem az olcsó piacról szerezték be közben a földgázt, nálunk a napi fogyasztás 60%-a ebből a tárolókból származott. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a lakossági piaci árakat 2023. április 30-ig rögzítette. Kérem szíves válaszukat arra vonatkozóan, hogy májustól tervezik-e az alacsony világpiaci áraknak megfelelően a lakossági piaci árak csökkentését. Továbbá egyértelmű válaszát kérem arra vonatkozóan, hogy van-e közvetítő cég beiktatva a Gazprom és az MVM közé az orosz gáz beszerzésének lebonyolításában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Azt gondolom, hogy abban egyetértünk, vagy remélem, hogy egyetértünk, hogy az európai energiaválság ellenére is sikerült fenntartanunk a 2013 óta működő és a magyar embereknek komoly segítséget jelentő rezsicsökkentést. Hazánk már 10 éve az egyik legtöbbet fordította a lakossági rezsiköltségek alacsony tartására Európában. A nemzetközi energiaválság dacára Magyarország 2022-ben a GDP-ek közel 6%-át fordította a rezsivédelemre, ezzel pedig az uniós rangsor negyedik helyén állunk. Ha nem lenne rezsicsökkentés, akkor több százezren vagy millió feletti számban mentek volna tönkre magyar emberek, családok azért, mert nem tudták volna kifizetni az egekbe szökött energiaárakat. Nem néztük tétlenül az extra profit keletkezését sem. A kormány elvonta az energiavállalatoknál, bankoknál, kereskedelmi multiknál jelentkező extra profitot, és létrehozta belőle a rezsivédelmi alapot, amelynek az összegét 2600 milliárd forintra növelte. Ebből 2023 végéig változatlan formában fent tudjuk tartani a lakossági rezsicsökkentést az átlagfogyasztás mértékéig, magyarul egész évben változatlan marad a csökkentett gáz, áram és távhőár. De érvényben marad a nagycsaládosok, a társasházak, a többgenerációs családi házak, az állami vagy önkormányzati tulajdonú bérlemények, gázárkedvezménye és az elektromos gyógyászati eszközökkel élők áramkedvezménye is.
Az MVM összesítése szerint az augusztustól február végéig kiadott lakossági áramszámlák 65%-a és a gázszámlák 80%-a kizárólag rezsicsökkentett tételeket tartalmazott, vagyis a lakossági felhasználók jelentős része átlagosan 3/4 nem lépte túl az átlagfogyasztási értékeket. A kormány a lakossági fogyasztók támogatása mellett lehetővé tette az egyes állami, önkormányzati és egyházi intézmények, alapítványi egyetemek számára a korábbi változó ára a szerződésekről a fix árakra átállás. Március eleje óta több mint 1100 befogadott kérelem alapján összesen mintegy 8400 fogyasztási helyen élvezhetik a rögzített áru gázszolgáltatás előnyeit a következő gázév kezdetéig, szeptember végéig. A kormány ezt pedig kiterjesztette az áramellátásra is. 1200 jogosult több mint 20 000 fogyasztási helyen juthat újonnan rögzített árakon áramhoz április 1-től az év végéig. A Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivatal múlt héten közzétett nemzetközi ár összehasonlító statisztikája alapján a lakossági fogyasztók számára februárban a hazai áram és földgázárak továbbra is Európa legkedvezőbbjei voltak. Néhány példát, ha nézzünk, áramért Pozsonyban és Varsóban több mint dupláját, Prágában 4-szeresét, Rómában, Londonban, Berlinben és Dublinban több mint 5-szeresét fizették az emberek a magyarországi rezsicsökkentett árnak. Földgáz esetében ezek a különbségek még nagyobbak. Zágrábban, Pozsonyban, Bukarestben és Varsóban több mint dupláját, Vilniusban és Tallinnban 3-szorosát, Szófiában és Ljubljanában 4-szeresét, Prágában 6-szorosát, Amsterdamban 7-szeresét, Rómában és Bécsben 8-szorosát, Stockholmban a 12-szeresét kellett fizetniük a lakossági fogyasztóknak. Az osztrák energiahivatal szerint Ausztriában például januárban 12,8%-kal nőtt az energiaára az előző hónaphoz képest. Tisztelt képviselő úr, a kormány mindent megtesz azért, hogy Magyarország ne keveredjen bele a háborúra, és annak árát ne a magyar embereknek kelljen megfizetniük. Szeretném kérni képviselő úrnak és a frakciójának is a támogatását ezzel a politikával kapcsolatban. Köszönöm szépen. Kérdezem, Kösat, elfogadja az államtitkári választ, önni a szót. Tisztelt államtitkár asszony, a válaszát azért sem tudom elfogadni, mert egyrészt nem kaptam választ a kérdéseimre, másrészt pedig a közvetítő cég beiktatása nem példanélküli a gázbeszerzéseknél, ugyanis a régi orosz gázszerződés esetében a földgáz értékesítés 1994-től a MOL és a Gazprom által alapított Panrus gáz ZRT végezte, amely cég még 2020-ban is 4,2 milliárd köbméter gázt adott el. Tevékenységét 2021. október 1-ével az új orosz gázszerződés aláírás után fejezte be, majd 2022. január 1-ével jogutód nélkül meg is szűnt. A KSH adatai alapján 2022-ben az orosz gázt a holland gáztőzsde árahoz képest még az időbeli csúszást figyelembe véve is 7-8%-kal vásárolta drágábban. A magyar családoknak joguk van tudni tehát azt, hogy van-e felesleges árdrágító tényező a gázszerződésben, mert igenis rendkívül drágán tudják megvásárolni. Köszönöm szépen!